elterelheti a figyelmet mindarról, amiben egyébként von der Leyen bizonyította rátermettségét az Európai Bizottsági elnöki posztra. Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Bizottság elnökét ért vádak. Két ügyben is a gyanú árnyéka vetül Ursula von der Leyenre az Európai Bizottság leköszönő, de a pozícióért újra ringbe szálló elnökére. Az egyik az Európai Unió vakcina beszerzése, még a Covid-járvány idejéből, a másik pedig egy újonnan létrehozott poszt, amelyre honfitársa és párttársa, egy befolyásos német EP képviselő, Markus Pieper került. A vádak az európai parlamenti választások kampányának nyitányában kerültek elő, de egybehangzó elemzői értékelés szerint akár magukban is elegek lennének Ursula von der Leyen jövőjének kikezdéséhez. Kezdjük a vakcina beszerzéssel. Ahogy az átlagember visszaemlékszik azokra az időkre, a járvány közepén mindenki fellélegzett, amikor kiderült, hogy van védőoltás a fertőzés ellen, vagy legalábbis a betegség lefolyásának enyhítésére, és az Európai Unió elismerésre méltó gyorsasággal meg is egyezett az egyik gyártóval, a Pfizerrel. Hol itt a probléma? Amikor az események középpontjában vagyunk, akkor természetesen senkit sem az érdekelt, hogy hogyan szerezték be, milyen áron szerezték be a vakcinákat, hanem az, hogy legyen vakcina, és minél gyorsabban legyen vakcina. Ugye a gyors vakcinaszállításnak, azóta leszállításnak és elosztásnak a tagállamok között a fő akadálya az volt, hogy ilyen vakcinákat ki kellett fejleszteni. És ez időt vett igénybe, és láttuk azt, hogy ennek nagy politikai hullámokat vetett ez a dolog. Az Európai Bizottság elnöke jött elő először az ötlettel, hogy annak érdekében, hogy az Európai Unión belül szolidaritás legyen, és mondjuk egy magyar állampolgár ne később jusson hozzá a vakcinákhoz, mint egy német, ugye Németországnak az a pénzügyi lehetőségei, a kapcsolatrendszere sokkal kiterjedtebb, mint Magyarországnak, ezért csináljuk ezt egy Európai Uniós védőelnyő alatt. A második vagy harmadik körében a beszerzésnek, hiszen több körben került sor beszerzésre, és akkor mindig meg kellett állapodni az Európai Bizottságnak a tagállamok nevében, meg kellett állapodni a nagy gyógyszergyártó cégekkel, jelen esetben a Pfizer-vel, ugye a Pfizer volt a legsikeresebb és a legnagyobb mennyiséget előállító cég, és állítólag vagy ezzel utaló jelek vannak, hogy von der Leyen az Európai Bizottság elnökeként olyan telefonbeszélgetéseket vagy SMS váltásokat folytatott a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bullával, amelyek esetleg túlmutatnak az ő felhatalmazási hatáskörein. És gyanúként fogalmazódik meg a probléma ezzel igazából az volt, hogy amikor kikérték von der Leyenéktől és az Európai Bizottságtól ezt a levelezést, az SMS-ek üzenetváltást, hogy megnézzék, hogy miről van szó, akkor az Európai Bizottság ezt megtagadta, először arra vonatkozóan, hogy ezek bizalmas egyeztetések voltak, majd később belekerült az is, hogy ezeket törölték a rendszerből, az SMS üzenetváltásokat. Ami most történt az utóbbi napokban, annyiban változott a helyzet, hogy az eddig ebben az ügyben vizsgálatot folytató belga nyomozó hatóság átadta az ügyet az Európai Ügyészségnek, és ez úgy tűnik, hogy azt is jelezheti, hogy találtak esetleg fogáspontot a dolgon, és lehet, hogy von der Leyen közvetlen érintettsége is napirendre kerül. Mielőtt tovább mennénk a beszélgetésben, tisztázzuk, hogy amikor azt mondod, hogy bizalmas SMS-ek, akkor ez azt jelenti, hogy a témája miatt bizalmas, tehát titkos, tehát üzleti információkat tartalmazó SMS-ek nem azért bizalmasak, mert egy bizalmas viszony lenne a gyógyszergyár vezetője meg von der Leyen között. Természetesen erről van szó, ugye? A kérdés az, hogy amikor ezt a folyamatot felgyorsították, és ez milyen eszközöket vettek igénybe, akkor ezek túlmentek, és továbbra is hangsúlyozom, itt csak egy gyanúról beszélünk egyelőre, a nyomozást ugye most az Európai Ügyészség vette a kezébe, tehát arról van szó, hogy amikor von der Leyen eljárt, akkor vajon nem lépette túl a hatáskörein, és nem kötötte olyan alkukat, háttéralkukat a Pfizer vezetőjével, amelynek például a tagállamok fizettek ezekért a vakcinákért, a tagállamok költségvetésére nem gyakorolt egy olyan hatást, hogy túlságosan túl sok pénzt kellett fizetniük,
mikor közben kevesebben is megúszhatták volna. Az ügynek van egy magyar mellékszála is, írtad egy korábbi cikkedben, több forrás szerint is a magyar kormány panaszosként csatlakozott a Pfizer Gate-hez. Mik a magyar kormány indítékai, vagy mire hivatkozva támadja az elnököt a magyar kormány ebben a kérdésben? Megint egy olyan területről van szó, ami gyakorlatilag csak a fű alatt történik, és nem derült ki, hiszen a tudomásról szerint a magyar kormány ezt hivatalosan nem is jelentette be, csak jól értesült források említették azt, hogy Lengyelország és az előző lengyel kormány és az Orbán kormány is csatlakozott panaszosként az ebben az ügyben indult vizsgálathoz. Mikor utána néztem ennek, próbáltam az Európai Bizottság illetékesével beszélni, ők azt mondták, hogy nekik nincs tudomásuk róla, ők is csak a sajtóból értesültek erről, hogy a magyar kormány is érintett volt. Ugyanakkor ugye azt tudjuk, hogy az új lengyel kormány Donald Tuskék meg visszavonták ezt a panaszukat. A másik ügy pedig egy egyszerűbben megmagyarázható kinevezési kérdés. Az Európai Bizottság és az Európai Uniójának a gyakorlatában az nem példátlan, nem precedens nélküli, hogy bizonyos olyan területekre kineveznek koordinátorokat, politikai koordinátorokat, ahol úgy érzik, hogy nem elegendőek a hagyományos eszközök. Most itt arról van szó, hogy Markus Pieper, aki ugye az Európai Parlamentnek a tagja, az egyik veterán tagja egyébként, von der Leyennek a párttársa, hiszen ő is néppárti kereszténydemokrata, német kereszténydemokrata, egy elég zsíros megbízást kaphat, hangsúlyozom, még nem kaptam meg, de kaphat, hiszen már kiválasztották az Európai Bizottságtól. A poszt felállításának, ami ugye ilyen koordinátor, KKV, kis és középvállalkozások koordinátor, európai koordinátor, ami 5 évre szólna, és a fizetését megnézzük, elég bőkezű, hiszen állítólag nettó 15 000 eurót kapna egy hónapban, tehát ez olyan pénzt kapna, ami körülbelül a biztosoknak a fizetése kicsivel kevesebb, mint a biztosok kapnak havonta. Tehát fölmerült a gyanú egyrészt, hogy a kiválasztás megfelelően történt-e, és hogy itt nincsen nepotizmus, hiszen nagyon gyanús, ugye, hogy egy ilyen posztot, amit újonnan hoznak létre von der Leyen kezdeményezésére, már sokan azt is vitatják, hogy miért van erre szükség, hiszen az Európai Uniónak van egy biztosa, egyébként Breton, Thierry Breton a francia biztos személyében, aki a belső piaci helyzetet kezeli, aki ő felügyeli a belső piac rendes működését, normális működését. Tehát mi van erre szükség, és ha már szükség van rá, miért ezt a német kereszténydemokrata vonatját választották, és a harmadik felmerült gyanú, az pedig az, hogy állítólag voltak, mert nagyon sokan jelentkező volt, voltak nála sokkal alkalmasabb is erre a posztra. Tehát van legalább 3 olyan kérdéskör, amely körüli kérdőjelek szerintem miatt ez az ügy kezd botrányát dagadni. Itt is az átláthatóság a kérdés, tehát ahogy a vakcina beszerzésnél nem lehet látni, hogy milyen feltételek játszottak a döntésnél szerepet, ugyanígy itt a kiválasztásnál sem lehet látni, hogy milyen indokok alapján esett erre az EP képviselőre a választás? Formailag tulajdonképpen minden rendben levőnek fognak találni, nagyon úgy néz ki, hogyha egyáltalán lesz erről, ebben nincs vizsgálat. Egyre csak forrong, parázslik ez az ügy, nem véletlenül, hiszen a választási kampány időszakban vagyunk. Én úgy gondolom egyébként, hogy ha még Pieper lenne a legalkalmasabb személy erre a posztra, tehát ez a KKV-s koordinátori posztra is, von der Leyennek és csapatának kétszer is meg kellett volna gondolnia, mielőtt egy saját pártársának jutott egy ilyen posztot, amikor európai választási kampány kellős közepén vagyunk. És amikor Ursula von der Leyen szeretne ugye duplázni, szeretne a következő 5 évre is az Európai Bizottság elnöke kévé válni. Ebben a helyzetben szerintem a körültekintés még fontosabb az ő részéről. Hogy ez miért nem történt meg, bekerült egy vakfoltba Ursula von der Leyen és a csapata, szerintem ez egy probléma. A másik dolog az, én nem lennék meglepődve egyébként, hogyha a történtek fényében neki hátraharcot kellene végrehajtania, attól függően természetesen, hogy az egyébként már csak hetekig ülésező Európai Parlament mekkora ügyet csinál ebből a dologból. A szóvivője gyakorlatilag azt mondta, hogy minden az eljárás rendszerint történt. Úgy történt minden, ahogy az elő van írva a nagykönyvben, miszerint a költségvetési biztos az egyébként szintén német ajkú osztrák Johannes Hahn. Ugye ő terjesztette elő, hiszen ő a személyi ügyekért is felelős biztos. Von der Leyen ezt megerősítette, jóvá hagyta, a kezdeményezés egyébként valószínűleg tőle is indult, hogy egy ilyen posztot létrehozzanak. Majd állítólag konzultáltak is Thierry Bretonnal, a francia biztossal, akiről tudni kell azért, hogy ő az elmúlt időszakban már többször is hangosan beszólt, így fogalmazzak, von der Leyennek. Ugye ő liberális és centrumhoz, Macron pártjához tartozik, és érdekes vonulat, hogy miközben Macron támogatja von der Leyent, Breton viszont nem elégedett vele. Nem lennék meglepődve azon,
ha a von der Leyennek vissza kellene vonnia ezt. Azt tegyük hozzá, hogy ebben az ügyben a von der Leyennel szembeszálló négy biztos között nincs ott a magyar biztos. Tehát ennek az ügynek nincsen magyar szála. Van-e bármilyen reakció Ursula von der Leyen részéről bármelyik ügyre? A folyamatban lévő Pfizer-gate kapcsán, folyamatban lévő vizsgát kapcsán teljes radio silence, ahogy mondja. Hírzárlat van, tehát itt jogosan mondhatják azt is természetesen, hogy egy folyamatban lévő vizsgálatot nem kommentált az Európai Bizottság, amelynek tárgya ráadásul az Európai Bizottság elnöke. Az már beavatkozás jelenteni az igazságszolgáltatás működésébe, az nem szülne jó vért, és ezzel még tovább mélyíteni a problémákat. Tehát az Európai Bizottság azt a részét természetesen legalábbis a felszínen legalábbis nem kommentálja, hogy mi történik a háttérben, természetesen ez egy más dolog. De arról legalábbis egyelőre nincsenek leleplezések, vagy nem tudunk semmit sem. A Peepergate az szerintem egy kevésbé fajsúlyos dolog, de ugye miután a Pfizer-gate-nek nincs feltétlenül időbeli nincs határideje, ez akár elúszódhat még évekig is, és von der Leyennek nem biztos, hogy megakadályozza azt, hogy Európai Bizottsági elnök legyen újra, de ugye fölmerülhet menet közben a következő időszakban valamikor, tehát ez egy olyan akna, ami fölrobbanhat bármikor később. A Peepergate az azért veszélyesebb nála rövid távon, mert ez kifejezetten a kampányt, az európai kampányt veszélyeztetheti a kampányát, hiszen elterelheti a figyelmet mindarról, amiben egyébként von der Leyen mondhatja magáról, hogy az elmúlt évben, 5 évben bizonyította rátermettségét az Európai Bizottsági elnöki posztra. Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!